Csendre, tiszta levegőre, a természet közelségére vágyott Claire és Jelcsin, akik a 2 hónapos karantén időszakát Belgrádban töltötték, ahol egyébként dolgoznak is. 2 napos látogatásra, ami nap szabadkára érkeztek. In Subotica, we visited the center of the city. We went to the synagogue and around the municipality. And that's it. We liked the architecture. We like a lot the architecture. Yes. And the people? And the people also. We didn't talk so much, but they were very nice. And it's like it's a bit like Spain here. It's very warm. Szabadka szecessziós épületeivel és a hozzájuk fűződő izgalmas történetekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők júniustól minden szerdán és szombaton az újrainduló ingyenes városnéző gyalogtórákon. Lassan, de éledezik a turizmus. A városban lassan ismételten megkezdődnek a klasszikus ingyenes városnéző túrák, emellett pedig egyes idegenvezető kollégáim is, jó magam is, pedig specializált kosztümös városnéző túrákkal is készülünk a következő hetekben. A palicsi szállodák többsége még csak takaréklángon ég. Többnyire belgrádiak érkeznek Északbácskába, amióta megszűnt a rendkívüli állapot az országban. A hatályban lévő szabályok alapján reggelit még nem biztosíthatnak a vendégeiknek. Mi főleg tranzit turizmusból élünk nyáron, tehát rengeteg vendégmunkás, aki Szerbián keresztül utazik, az itt szokott megszállni nálunk. És ezek évek óta vannak olyan vendégeink, akik minden évben ide jönnek hozzánk, ragaszkodnak, és most már maradnak 1-2 napig is. Tehát csak az érdekli őket ez a Palics meg a Szabadka, úgyhogy eltöltnek 1-2 napot most. Most, amit fontosnak tartok a Szabadka és Palics turizmusában, ez a termálfürdő megépítése, ami most folyamatban van, és reméljük, hogy végre be is lesz fejezve. A múlt évben csaknem 20 000-rel több vendég éjszakát töltöttek el Északbácskában, és az év elején is még kiválóak voltak a látogatottsági mutatók. Az illetékesek szerint a turizmus ágazatát sújtotta leginkább a koronavírus járvány. Az idény hátralévő részében leginkább már csak a szerbiai turistákra számítanak. Aktivno smo uzeli učešće u pomaganju ugostiteljima i privatnim smeštajima kada su vaučeri u pitanju. Novih 400.000 vaučera koje je Ministarstvo turizma i telekomunikacija, da kažemo, pustilo sada u opticaj prošle nedelje, već su pri kraju tih 400.000 vaučera. Na našoj destinaciji ima oko 32 smeštaja za sada koji su ušli u sistem vouchera. U razgovorima smo sa nekim hotelijerima, većim da kažem u našem gradu, koji će isto verovatno ući u sistem vouchera po prvi put, što je svakako negde inicijativa koja će im na neki način doprineti da poprave sezonu. Júliusban és augusztusban, de legfőképpen szeptemberben ígérkezik nagyobb fellendülés Északbácska idegenforgalmában, tette hozzá az igazgató. Szabadka és Palics szecessziós építészete, a vidék gasztronómiája és borai, a palicsi állatkert, az aktív üdülési lehetőségek és a természetközelség mind-mind érdekes üdülési célponttá teszik vidékünket.